A CKK első felnőtt férfi kézilabda csapat következő bajnoki meccse november 2-án szombaton este lesz a sportcsarnokban. Ezen a mérkőzésen számos újdonsággal várják majd a szurkolókat, számolt be róla híradónknak Pudit Zsolt. Arra gondoltunk, hogy azon kívül, hogy meccsélményt kapnak a szurkolók, most már azért többre van szükségük, és ezeket próbáljuk majd hozzátenni ezekhez a meccsekhez. Mindenféle szurkolói effektek, illetve lelátói koreók, meg mindenféle dolgok lesznek igazából. Ez egy próba, meglátjuk, hogy kinek hogy tetszik, és hogyha tényleg beválik, és igazából arra van ítélve, hogy ez sikeres legyen, akkor fogunk még hozzátenni a további meccseken is, és akkor ezt fogjuk alkalmazni a továbbiakban is. 15 újdonságot hoznak be a hazai meccsekre, tette hozzá Pudit Zsolt, minden korosztálynak kedveskednek majd. Aki emlékszik arra, hogy régen a ceglédi sportcsarnok mindig tele volt, amikor a fiúk játszottak, ez egy jó érzés volt, és ezt szeretnénk visszahozni. Az utánpótlást mindenféleképpen, saját utánpótlásunkat bevonjuk, és ott az U12-től az U18-ig mindenkinek adunk programot. A meccseken nagy szerepe lesz a speakernek, a szünetben pedig lesz dobóverseny is, és akinek kedve van, kérhet arcfestést. De egyéb meglepetéssel is készülnek szombatra a szurkolóknak. Például lesz egy ilyen mobil fényjáték az egyik időkérés alatt, vagy lesz hangerő próba, vagy a megszektora hangosabb. Ugye mindig csak az időkéréseknél tudunk ilyenekkel foglalkozni, illetve akkor, amikor nincsen játékban a labda, egyébként ugye meccs közben ezt nem lehet megtenni. A szurkolók pacsizhatnak, fotózkodhatnak a ceglédi játékosokkal, és jelen lesz a kabala állat, az oroszlán is a meccseken. Van egy oroszlánunk, aki ott járja a pályaszélt a mérkőzéseket. Most van lesz a lehetőség, hogy a meccs előtt fotózkodjanak vele a gyerekek, vagy éppen felnőttek, aki akar vele ilyet tenni, és hogyha már fotóznak, akkor legyen egy verseny is ebben, hiszen mindenki szereti a versenyt. Úgyhogy aki ilyen legizgalmasabb képet tudja készíteni az oroszlánnal, az még plusz külön díjat is fog kapni. És ha már díjakról beszélünk, a szünetben még sorsolni is fogunk egy csomó ajándékot azok között, akik kilátogatnak a mérkőzésre. Teltházas lelátókat, az eddigieknél is jobb hangulatú meccseket hozhatnak az újdonságok. Az első szurkolói meglepetésekkel tarkított mérkőzés tehát szombaton lesz. Jóval a meccs kezdete előtt kinyitják a kapukat, már 17 órától várják a szurkolókat.